Wow. A női időmasszázs régenben robog, és arra keresi a választ, milyen lehet motoros pasival az élet. Élvezni a szabadságot, a hosszú kanyarokat, a jó programokat és a csapathoz tartozást? Vagy a motort riválisnak tartani, mint egy létező szeretőt? Erről faggatom ma a motoros feleségeket, de előbb a klub működésének rejtelmeiről, az elnök úrral. Te vagy a Szánszof Attilában az elnök úr, ebből azt merem következtetni, hogy ezt a klubot te alapítottad, vagy legalábbis közöd volt az alapításához. Ötöd magammal alapítottuk ezt a klubot 2016-ban, és tehát ebből kifolyólag én vagyok a klub egyik alapító tagja. Ez egy tárgyalószoba, ahol mi most ülünk. Én most egy kivételes helyzetben vagyok, de ebben a szobába külsősök és bizonyos klubtagok sem jöhetnek be. Miért? Nem jöhetnek be olyankor, amikor a klub ügyeit tárgyaljuk. Amikor gyűlésetek van. Pontosan. A feleségeitek nem tudják, hogy ti itt miről beszéltek, vagy nem akarják elmondani. Elvileg, ami itt benn elhangzik, annak itt kell maradnia, mert úgy érezzük, hogy ugye az itt ennél az asztalnál ülők egymásban megbíznak, és ez a bizalomnak az egyik jele, hogy azt az információt, amit itt ennél az asztalnál hallunk, illetve azokat a dolgokat, amiket itt ennél az asztalnál megbeszélünk, azt ne adjuk tovább. Minden héten egyszer összegyűlnek, van egy titkos szobában. Nem fúrja az oldalatokat a kíváncsiság, hogy vajon miről beszélhettek? De erről mi ugye nem tudunk semmit, és hogyha tudnánk, akkor sem mondanám el. Nem szoktatok egymástól kérdezősködni, hogy esetleg valakinek a férje nem kotyogott ki valamit otthon? Szoktunk, persze. Szóval, ha bármi kiderül, akkor leveszik a fejeteket. Ez így igaz. Jó érzés egy klubhoz tartozni? Mindenképpen jó érzés valahova tartozni, mert hogyha nem tartozol sehova, akkor azt jelenti, hogy egyedül vagy. Szeretünk emberekkel lenni, és persze ez már olyan, mint egy második család, ahova tartozunk, és látom a srácoknál is, hogy bármikor valakinek valamire szüksége van, akkor rögtön szöknek, és segítenek azon perc, ahogy tudnak. És ez valahogy jó érzés a mai világban, a mai rohanó világban. Bizony jó dolog, hogy tudjad, hogy valakire számíthatsz. Családodban mindenki a motorosok szabad lelkét hordozza. Te mikor ültél először motorra? Legelőször, mikor kereszteltek. Akkor ültettek motorbiciklire, és van is egy családi képünk. Az volt az első motoron ülésem. Amire emlékszem, több házban laktunk régebb, és mindig vártuk a 3 órát, álltunk a több ház előtt, hogy édesapám jön haza motorbiciklivel, és akkor vigyen a tömbház előtt ott a járdán motoroztasson meg. Ez volt a napi program, úgymond, és erre emlékszem így kristálytisztán mai napig is. Te ezzel a motoros lélekkel választottál párt is magadnak? Nem. Nem volt szempont az, hogy motoros legyen? Hát őszintén nem. Nem. Én nagyon szerettem volna én motort vezetni, mai napig is, de mindig tiltott a édesapám. Tehát ő megmondta, kijelentette, hogy te nem fogsz motorbiciklit vezetni, ameddig én élek. Félt? Igen. Félt, mivel kétkerék, mivel sokkal veszélyesebb, mint egy autót vezetni, és nem engedte meg soha, és nem is fogja. És akkor így most már családom van, gyermekem, akkor úgy lemondtam én is az ötletről, de szerettem volna. Önről már hallottam ma, hogy a nőket nagyon félti a motorozástól. A férfiak motorozhatnak, de a nők nem. A motorozás az egy férfi sport. De vannak női motorozók is. Hát az a kivételek. Balesetet szenvedtek a motorozások alatt? Igen. Pontosan nagy balesetet? Hát nem olyan nagy, ez pontosan a tavaly most történt, két éve történt. Kétfajta motorosok vannak. Vannak, akik elestek, és vannak, akik el fognak esni. És vannak, akik felállnak. Aztán az.
ha még egyszer egy esés után, ha felülsz a motor, akkor az már motoros. Ilyenkor nem féltik ön, Tibolya, a barátnők, a szomszédok, a rokonok, hogy na jó, most már abba lehetne hagyni a motorozást? Hát kérdik, hogy mikor hagyom abba, de ameddig a lábamat fel tudom emelni, hogy felüljek a motorra, addig motorozok. Milyen követelményeknek kell megfelelni ahhoz, hogy klubtag lehess? Általános követelmény az, hogy férfinak kell lenned. Nők nem lehetnek klubtagok? Valószínű, hogy léteznek női klubok is, tudomásom nincs róla, és motoros klubban női tagok nem gyakran fordulnak elő. Amikor kiválasztottátok a motrot, akkor ebben neked mennyi beleszólásod volt, hogy milyen típusú legyen, vagy milyen legyen a színe? Miben szólhat bele egy feleség? Hát például a szín, ami nálam a fekete volt. És hát szerencséd van szerintem, hogy nem barbi rózsaszín kértő. És hát, hogy én is inkább a choppert választottam. Most így utólag utolsó motornak, vagy legutóbbi motornak, mivel hogy az úgy érzem, hogy biztonságosabb. Volt olyan helyzet az életetekben, hogy picit úgy érezted, hogy a motor az rivális. Hogy lecsúsztál programokról? Nem igazán volt, mivel hogy én is nagyon szeretem a motorozást, ezt, hogy úgy lecsúsztam, ezt úgy nem éreztem. Amikor a motort vásároltuk, viszont akkor volt egy ilyen időszak, hogy akkor az csak az volt az egyedüli cél, hogy milyen motor legyen, hogy... De amúgy nem. Egy motoros férfihez mentél feleségül. Akkor átláttad ennek az előnyeit, vagy a hátrányait, ha esetleg van hátránya? Hát mindenképpen érdekesen kezdődött a történetünk. Ugye én már 2005 óta vagyok együtt a barátommal, a párommal, a férjemmel, és addig semmit nem tudtam a motorokról, nem is próbáltam, tehát nem volt semmiféle kapcsolatom. Nem ültél soha eddig motoron? Nem. Viszont mikor először elvitt, úgy mondhatnám, hogy szerelem első látásra, úgy összekapcsolt, úgy éreztem, hogy volt egy olyan vonzódás a motor iránt is, és maga az a tény iránt, hogy azt csak ketten csináljuk, akkor csak ketten vagyunk, és semmi más nem számított. Amúgy én félek a sebességtől. Az autóban, ha megyünk állandóan, a lábam a pedálon van, mellett az anyusülésen, hol fékezek, hol gázolok, de a motron viszont ez az egyedüli hely, ahol átadom magamat az egész az élménynek, a motorozásnak, a sebességnek, és 100%-ban valahogy megbízok benne, és soha nem éreztem azt, hogy félek. A nő egy fék a férfi háta mögött? Mindenképpen, főleg, hogy ugye családba élünk, és gyerekek is vannak, hát nála is sokat változott. Tehát azóta változott a stílus, a sebesség, az egész motorozás. Másképp figyelünk oda, tudjuk, hogy haza kell érjünk, tudjuk, hogy van még egy holnap, van még egy holnap után, és ezeket mindig számításba veszünk, és erre azért koncentrálunk, és odafigyelünk, hogy amennyiben lehet biztonságosan. De tudjuk is kiélvezni azokat a pillanatokat, mikor együtt vagyunk. Akkor mondhatni azt, hogy ez egy szerelem volt első látásra a férjeddel és a motorral is? Hát mondjuk a férjemet azért már ismertem gyerekkorom óta, persze nem is gondoltam volna, hogy valamikor össze fog kötni minket az élet, de úgy éreztem, hogy akkor, mikor motron vagyunk, akkor ő csak az enyém. És akkor nem kell megosztanom senkivel. És ezeket a pillanatokat a maximálisan kiélveztük, és nagyon szeretek mai napig vele motorozni. 100%-osan megbízok benne, és nem félek. Ugye kívülállok, én sokan mondják, állandóan azt kérdezik tőlem, hogy nem félsz? Mert annyi veszély van, annyi baleset.
Nem tudom. Valahogy ez így jött össze, hogy vele nem félek. De már nektek a gyerekeitek is motoroznak. Két gyerekünk van, egy 11 éves kisfiam és egy 8 éves kislány, mind a kettő motorozik. Hol? Hát, kimentek mezőre? Igen, ilyen erdei pályás crossmotraink vannak, és mi azon az elven vagyunk, hogy inkább most kiskorukban tanulják meg, hogy milyen veszélyekkel járhat egy motorozás, mint hogy később, mikor oda kerülnek, hogy hajtásiuk lehet, akkor egy vad, erős motorral nekiszágúdjanak valaminek. Most, ha megtanulják ezt kiskorukban, akkor tudják, hogy mivel jár egy esés, milyen veszélyeknek vannak kitéve, és öntudatosabban tudják ezt kezelni. És úgy látom, hogy szeretik, és maga az a tény, hogy ezt együtt csináljuk, mint család, ez egy plusz dolog. Tehát az apa és a két gyermek. Nekem is megfordult a fejembe, hogy talán megcsináljam én is a hajtásit a motorra, de aztán meggondoltam magam, mert aztán, ha még az kéne, hogy még én is egy külön motorral menjek, akkor megszűnik az a varázslat, amikor én csak a férjemmel megyek, és csak ketten vagyunk a motron. És akkor nem tudnád átfelelni. Így van, így van. Mi volt a leghosszabb út idáig, amit megtettetek? Mi egy ilyen 30 éves Hondával indultunk el Horvátországba. Ajaj. És... ahogy átléptük a horvát határt, akkor úgy képzeld el, hogy a Hondából úgy ömlött az olaj, mint mikor a disznónak elvágják a nyakát. És akkor ezt valahogy megoldották a srácok, és akkor mentünk tovább. De megjártuk. Odaértetek? Odaértünk szerencsésen, és hazafelé már úgy motroztunk, hogy mikor megérkeztünk Budapestre. A csizmámból így kiöntöttem a motorolajat, mert totálisan én is be voltam kenve olajjal. Milyen kalandjaik voltak ez alatt, a hosszú évek alatt? Most már 35 éve lassan, hogy együtt motoroznak. Hát szép kalandjaink voltak, külföldet jártuk, Romániát bejártuk. Rengeteget kirándultak, itt végignéztük a fotókat. Rengeteget, igen. Az ország minden szegletén voltak motorral, igen. Tengerparton. Mentünk a tengerpartra, és elkapott az este, nem volt, akkor az időben még nem voltak panziók, ugyebár, és akkor hol aludjunk, akkor egy mezőn kaptunk szalma a kazalokat. Beépítettük a motrokat, bebújtunk a szalmába, és reggelig ott pihentünk. Reggel mentünk tovább. Bum, 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 bum. How, 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 how. Hey, hey. Mindenki egyen rangú a klubban. Az újonc, aki bekerül, annak ugyanolyan rangja van, mint aki nem, már... Nem, egyáltalán nem. Ez fel is van tüntetve a mellényen. Aki jártas és ismeri a motoros klubok filozófiáját, az tudja, hogy a mellény mit jelent, illetve a mellényen levő feliratok mit jelképeznek, úgy a hátán a mellénynek, mint az elején. Te vagy a motoros klub elnökének a felesége. Nálatok feleségeknél vannak rangok úgy, mint a fiúknál? A feleségeknél nincsenek, a fiúknál viszont vannak, de ott is inkább ilyen formális rangok, tulajdonképpen ők barátok, és inkább erről szól a motoros klub. A feleségeknek miért nem lehet ilyen mellényük? Ugyanilyen? Hát mondjuk ilyen, egy Szánszof Attila feliratta. Azért, mert a feleségeink nem tagjai a motoros klubnak, ők a motoros klub tagjainak a feleségei. Csak a Szánszof Attila klubtagok hordhatják ezeket a feliratokat. És ha mondjuk nekem nagyon megtetszik, és maradok magamnak egy ilyen mellényt, akkor mi fog történni? Semmi. Hordhatod nyugodtan, mindenki kacagni fog rajtad. Aki tudja, hogy mi az, aki meg nem tudja, az meg úgysem érdekli. How, 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 how. Nem vágytál soha motoros esküvőre? Hát motoros esküvőre vágytam volna őszintén, de még nem volt motorbiciklink.
Hogyan képzeljük el a motoros esküvőt? Mert gondolom nem úgy, hogy estei ruhába is, hát, sarkú cipőbe. Egy motoros esküvő most nem a csillogó-villogó hosszú ruhákról szól ténylegesen, hanem mindig azelőtt ugye lányt kérni, elmész motorbiciklivel, felöltözve, bőrcucba, kényelmesen, és maga a buli se arról szól, hogy most melyiknek szebb csillogó ruhája van, hanem lazábban, olyan normális, olyan, mint egy jó buli, egy társaság összegyűl, és akkor egyet jót bulizik. Valamilyen régi szokások azért megmaradnak a motoros esküvők? Igen, nyitó tánc, ugye, amikor megkezdődik az esküvő. És azt elkezdik. Bőrcucban, makancsban? Simán lehet. Ezért szeretek olyan esküvőkre járni, ahol több a motoros, mert nincs meg az, hogy most kinek szebb a ruhája, vagy ki a hercegnősebb, és ki a... Nem, olyan normális, olyan... Egy a lényeg, hogy jól érezzétek persze, magatokat. Persze, igen, persze. Szeretsz csomagolni, mint a legtöbb nő. Egy ekkora kicsi dobozba hogyan fér bele egy heti ruhatár? Ja, és még plusz, a férjednek is ott kell legyen a ruhája. Hát igen. Hát ez az ekkora kicsi doboz, három van belőle lényegében. Ez normálisan úgy van, hogy egyik doboz az enyém, másik a férjemé, és a harmadik, a hátsó doboz az közös. Tehát ez így kéne legyen, de az általában úgy van, hogy a két doboz az enyém, és akkor a hátsó dobozba az úgymond az övé, plusz a közös dolgaink is oda mennek. Van valamilyen csomagolási praktikát, hogy belefér ebbe a dobozba? Mert én úgy láttam, hogy te két bőröndel szoktál utazni, mikor nem motorra. Hát néztem a YouTube-on, bevallom, néztem egy jó pár videót, hogy hogyan csomagoljunk minél kisebb helyre, és bevált. Úgy feltegeztem a ruháimat ilyen henger alakba, és ez így bevált. És még a nagy hajszárítód is befért. Igen, az a közös dobozba, olyan alapon, hogy az egy közös kellék, mivel hogy ezt ő is használja, ő is mosolyod. És akkor ezzel úgy meggyőztem, hogy az mehet oda. Nagyon rosszul vagy utazás közben. Mi a helyzet a motorral? A motoron abszolút nem vagyok rosszul, ez érdekes. Voltunk Horvátországban, Montenegróban, normálisan autóban nagyon rosszul szoktam lenni, motoron semmi gond nem volt. Azt mondják, hogy a motorosok értik csak meg azt, hogy a kutya miért dugja ki a fejét az autóból. Hát és én. És én autóba. De hisz te is motoros feleség vagy. Te mit szeretsz a legjobban a motorozásban? Hát azt szeretem a legjobban, amikor felülök a motorbiciklire, és akkor én vagyok és a gondolataim, és motorozunk, és nézem a tájat, és élvezem a sebességet, élvezem a motorozást, azt az időt, amit felülnék reggel és estig tudnék motorozni. Nálam nem volt soha az, mint hogy zenét hallgassak motorozás közben, engem kimondottan zavarna. Tehát én nem. Én és a gondolataim és a motorozás. És az út. Néha sokkal fontosabb az útvonal, mint az úti cél? Az útvonal az fontos. Tehát azt, hogy élvezni kell. How, 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 how. Hey, hey. Come on home, babe. Oh, come on home. Oh, come on home, come on home, babe. I love you. I love you. Come on. Pont azt nem gondolnánk, hogy egy motoros klub, ahová tartoztok, jótékonyságokkal foglalkozik. Nagyon nagyok az előítéletek a motorosokkal szemben, már mint a világi emberek körében, mert sokan elítélik őket. Viszont aki nem ismeri meg őket, azoknak egy teljesen téves felfogásuk van az egészről. Igen, és a motorosok nagyon szeretnek jótékonykodni, és ezt mindig meg is csinálják, ahogy adja a lehetőség. És most már az élet minket így összekötött, és valahogy a vágyaink, vagy esetleg a céljaink is közösek lettek abból a szempontból, hogy
Én is mindig nagyon szeretek szervezkedni, segíteni ott, ahol kell, vagy ahol szükség. Emiatt vagyok én is egy szászrégeni nőszervezetnek a tagja, ahol kimondottan csak jótékonykodási eseményeket szervezünk, hol rászoruló családok számára, hol elhagyatott gyerekek számára. És ugyanezt láttam itt is, és ugyanezt csinálják, és ősszel dolgozunk. Van, amikor ők segítenek nekünk, van, amikor mi a csajok jövünk, és besegítünk a motorosoknak. Hogyan dől el az, hogy most épp kinek segítettek? Hát már azért eléggé híre ment ennek a dolognak, és van úgy, hogy tiszteletes urak, egyházak, vagy esetleg elöljárók tudomást szereznek bizonyos hátrányos helyzetű családokról, vagy esetekről, és szólnak nekünk, és akkor a lehetőségeink szerint, ha meg tudjuk mi oldani, megoldjuk, ha nem, akkor ha közösen össze kell fogjunk, akkor felvállalják ők is, és együtt segítünk. Itt megemlíteném, például itt van a Magyar Fülpősi Szivárványház esetét, ahol hátrányos sorsú gyerekeket tanítanak magyarul, és most már a motorosok is ezt felkarolták, közel 4 éve, minden évben megszervezik a gyűjtést, a gyerekeknek a motoroztatását, maga az, hogy azok a gyerekek egy kis szeretetet kapjanak tőlünk. Nagyon szimpatikus, kicsit vicces, hogy tényleg ezek a bőrmellényes, szakállas férfiak megérkeznek, és gyerekekkel foglalkoznak, és együtt játszanak, és segítik őket. Hát nagyon szívmelegítő érzés oda mindig visszatérni. Tehát azt az örömöt a gyerekek szemébe, mikor tudják, hogy jönnek a motorosok, és ők erre készülnek. Ezek a gyerekek alig várják. Alig várják, hogy oda menjünk, és megsimogassanak, vagy már egyenesen rajzokkal várnak minket, vagy jönnek és mondják, hogy ezt az éneket ezért tanultuk, mert tudtuk, hogy jöztök, és nektek el akarjuk énekelni. És csodálatos előadásokkal várnak, csodálatos kis jelenetekkel, amivel tényleg megérinteni az ember szívét, még a szerintem a legkeményebb lelkű embereket is. A fiúknál elég nagy az összetartás. Bármi van, segítenek egymásnak. A feleségek körében ez így működik, hogy számíthattok egymásra? Igen, én szeretem azt hinni, hogy ez így történik, hogy ez így van. Hát a csajoknál egy kicsit azért más. A nők az egy kicsit külön kategória. Külön lapra tartoznak, de igen, segítünk. Én nehezebben tudok elszakadni a mindennapi feladatok köréből. De amikor tudok, és amikor megkérnek, mert ugye itt a fiúk az a fiúké, és azt a őkkel megcsinálják, a takarítástól elkezdve mindent, de amikor megkérnek, akkor nagyon szívesen besegítünk, és ott segítünk, ahol kell. Miben változtatta meg az életed a motorozás? Több program. Tehát ha változtatta, jobba változtatta, izgalmasabb lett ezáltal az életünk. Hát nem unalmas a motoros élet. Felszabadulok. Teljesen kitisztul az agyam, külvilágot ki tudom zárni, igen. Ki kell próbálni, és akkor azt, hogy te is megérzed, hogy mi az, amiről beszélek, mi az a szabadságérzés, amit ad a motorozás. Mivel tudnál engem rábeszélni, hogy én is motorozzak? Hát, azt, hogy ne félj, egy legeslegelső dolog az, hogy ne félj, mert 2 kerék. És a másik, hogy szép, gyönyörű szép, kell élvezni. Tehát pont úgy, ahogy élvezed a színészkedést, szereted csinálni, látszik rajtad a színpadon, pont úgy engedd el magad, és akkor élvezzél minden pillanatot. Mit mulasztott az a nő, aki soha nem ült még motoron? Elég sokat mulasztott, mert ez gyönyörű sport. Mit jelent Ibolya ön számára a motorozás? A legszebb szakasz az életemnek, a motorozás. És nagyon boldog vagyok, hogy a gyerekeim is motorosok lettek. És az unokáim is. A fiam meg van keresztelve 3 csepp benzinnel, pipetával, ahogy hazahozták a templomból a keresztülők, mert ők is motorosok voltak. Addig fog Ibolya ülni a motoron, ameddig csak lehet? Ameddig csak lehet, addig, igen.
Kívánok önöknek boldog, hosszú motorozást. Nagyon szépen köszönjük. Uraim! Ne feledjék, éljenek a nők!